a csontit, a gilisztát, vagy a kukoricát egyszerűen csak feltűzzük a horogra, és már használhatjuk is. De vannak ennél lényegesen összetettebb felkínálási módok. Mik ezek, Attila? A legnépszerűbb számomra, a legnépszerűbb csalikat hoztam el. Általában ebben a kilenc fajta féle csaliból meg lehet oldani egy horgászatot. Található itt uh, puha pellet, kukorica, amit el be is mutattál, Hollywood pellet, soft pelletek, újdonsága, lebegő, és a két pop-up flow uh, felkínálási módja rengetegféle lehet, tehát akár ha indulok itt a pasztakosártól kezdve egészen a csalitüskéig, vagy éppenséggel, ha nem csalitüskét vagy pasztakosarat használunk, akkor a kukoricára rá, rá lehet gyúrni a pasztát, vagy egy fűzőtű segítségével, meg egy fúró segítségével átfúrjuk a bolylit, és úgy föltűzzük a csalit. De általam legkedveltebb módszer ugye az a csalitüskés megoldás, erre mindent föl lehet tűzni, kivéve a pasztát, a pasztánál szükségünk van egy ilyen pasztakosára, mint például a, a, normál egyszerű bordás etetőkosárba is belegyúrjuk, ugyanígy bele tudjuk gyúrni a pasztát. Ez műanyagból van, megtapad benne az anyag, és szépen lassan oldódik ki. Igen, így van, és akkor a formát azt mi alakíthatjuk, akár gömbre, akár kenyérrózsa formára. Együttes jellemzőjük az általad felsorolt módszereknek, hogy nem a horogra kerül a csali. Véleményem szerint, és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy ha a horog szabadon, sokkal jobban akad a hal. Tegyünk egy csalit, amit kiválasztasz a tüskére is, Vajon mennyi ideig bírja a horog mellett, illetve mennyire bírja a dobást? Nekem mindig van egy aggályom, hogy a dobás utáni első belecsípésnél vajon elvitte a hal, vagy rajta van-e még? Ebben az esetben most ezt a pop-up fűztem föl, tehát ennek az állaga kemény, tehát erővel kell rá, belenyomnom a csalitűsköd, de mégse olyan erővel, amit ne tudna kifejteni egy átlagos horgász. Ezzel biztosak lehetünk. Tehát ennél a csalinál én úgy gondolom 7-8, akár 10 hal is megfogható, hiszen ezek nem oldódó bolylik, Ennek az a szerepe, hogy a figyelemet felkeltse, a hallása, hogy ott van valami lebegő, színes dolog, és arra az, ez, ez ugye ingerlés, arra kap rá. Vannak eszközök arra is, hogy a halat csalogassuk is, aztán meg is etessük. Ez egy nagyon érdekes találmány, ugye a pellet, amiről már nagyon sokat beszéltünk, ez át is van furva, és ez kimondottan csaliként használható. Ez különböző méretekbe került forgalomba, ebbe is, mint látható, kettő fajta van. Ugye az egyik ugye a Black halibut, a Red Hollywood pellet, a Red Hollywood pelletben van rákliszt, tehát ezért különbözik a kettő, hogy ez egy 12-es méret, nagyon könnyedén föl lehet csalizni, akár hajszál előkére, vagy aki nem akar bajlódni hajszál előké megkötésével, nagyon ügyes kis szilikon stoppereket tudunk vásárolni, egyszerűen bele rakjuk a fűzőtőbe, ebbe a kis fülbe beakasszuk. Igaz-e a békés halak horgászatának esetében, hogy a kicsi csalival nagy halat nem tudok fogni? Nem igaz, lehet fogni kicsi csalival nagy halat. Ez kedvtől függ, tehát hogy az a, az a csali az neki tápértékben megfelelő -e? vagy éppensége, ha nem éhes, akkor van-e olyan figyelemfelkeltő hatása, ami miatt ő elhúzza, nagyon sok összetevőből áll egy horgászat. Mi az a horogfazon, mi az a méret, amivel a kicsi alatt is meg tudom fogni, ám elbírja a nagyot is? Általában ez a 10-12-es méret, amit szoktam használni, minden esetben szakár nélküli horgot. Nagyon figyelek arra, hogy a horog az könnyű legyen, öblös legyen, vastagúsú, de könnyű. Akkor a hal beszívja a, a, a csalit, akkor ö, akár popápot használunk, vagy akár süllyedő csalit, nagyon számít 1-2 gram is, ami ugye a szájában ben van, Akár is hihetetlen érzékelik a halak. Fel kell hörpölniük. Fel kell hörpölniük, és nem mindegy, ez az 1-2 grammon múlik, hogy föl tudja mélyre hörpölni, vagy éppen csak a széléig akad. Úgyhogy, amikor éppen fújja ki, akkor ez a vasta a takusó horog, ez tökéletesen ül a szájába.